Lehet, indulhat a film. Ez a 20-20 kampány azért is alakult, mert fel akarjuk karolni a művészeket, különösen a fiatal művészeket, másrészt meg akarunk szólítani rajtuk keresztül azokat a társadalmi témákat, amik szerintünk meg nekünk fontosak. És ide azt gondoltuk, hogy kicsit új szintre kellene emelni ezt a dolgot, és elkezdeni tényleges társadalmi problémákkal foglalkozni. Ez az év, ez egy nagy változás hoz mindenkinek az életében, és mi van akkor, hogyha ezt egy ilyen, egyfajta ilyen nulladik kilométerkőnek tekintjük, és megnézzük, hogy mik a nagy topikok Magyarországon. És azt gondoljuk, hogy ezeket a társadalmi problémákat a legegyszerűbb egyébként olyanokon keresztül eljuttatni az emberekhez, akik amúgy is történeteket mesélnek. És ezek az írók és a fotográfusok. Ugye maga a kampány úgy épül fel, hogy felkértük a Budapest Street Photography kollektívet. És nagyon tetszett egyébként, ahogy hozzányúlnak a városhoz, a képekhez, az utcához. Illetve 20 kortárs írót, hogy közösen alkossanak azokban a társadalmi témákban, amiket mi fel akarunk karolni. A társadalmi felelősségvállalási kampánynak a témáit kell vizuálisan bemutassuk. Nem csak fényképezve, hanem csinálj egy esztétikus street fotót róla, érted? De úgy megfotózni, hogy ne a kliséket és a sztereotípiákat erősítsük, az viszont nagyon-nagyon nehéz. Elképesztő energiát raktunk bele, egyeztettünk hétről hétre többször egymásra, hogy ki hol tart, ki mit lő, ki hogy áll hozzá a feladathoz. Nagyon sokat panaszkodtunk egymásnak, hogy mennyire nem megy, nincsen fény, vagy valami bajunk mindig van. Összenéztünk és arra gondoltunk, hogy ha most nem tudjuk megmutatni azt, akik vagyunk és mit tudunk, akkor soha. Próbáltam a város, az ember és a témák kapcsolatát megfogalmazni képekben, és próbáltam az embert, mint metafora igazándiból úgy megfogalmazni az emberi jelenlétet. Itt mi érzéseket közvetítünk, jeleneteket közvetítünk, amik erre a problémára reflektálnak. Gondolkodjunk el a város és a természet viszonyán. Valahogy úgy kell megélnünk a természetet, mint hogyha mi is a részei volnánk, és nem pedig egy ilyen üveglapon át csodálnánk a távolból. Azt gondolom, hogy ebben van egy ilyen termékeny feszültség, egy ilyen rezgés az, hogy az épített környezet és a természetes környezetünk közötti különbségek azok, hogy hogy jelennek meg. Az utcára nem lehet úgy kimenni, hogy ne kereszteznéd ezer másik embernek az életét, a világát, a történetét. Hát ugye a street fotóval nehéz hazudni, nem beállított képekről van szó. Hozzá lehet képzelni egy cselekményt, vagy lehet azt gondolni, hogy ez egy filmnek a kivágott képkockája, és rekonstruálnom kell a filmet. Működési háló az, ami számomra 20x20 projektben a legizgalmasabb, hogy nagyon sokféle szereplő együttműködéséből jön létre. Én itt azt gondoltam, hogy egy sokkal sötétebb képábrázolása közelebb vihet ahhoz, hogy egy kicsit hátrahőköljünk, vagy megrémüljünk. Furcsa a feladat, hogy ez ötvözi a street fotós és a report fotós ént, mert mégiscsak egy feladatot kell teljesíteni. Viszont megvan ez a szabadság, mint ami a street fotózás során, hogy csak sétálgatsz, és ami szembe jön, azt lefényképezed,
a fantáziám olyan szinten kezdett el szárnyalni, hogy nem egy 4000 karakteres szöveg, hanem mondjuk több regény kijött volna belőle, legalábbis vázlat szinten. Mindenre, ami a városban él, arra hatással van a szemét. Ide nézel, oda nézel, itt is szemét, ott is szemét, de nem tudod összerakni egy képre, hogy domináljon a szemét, hogy átjöjjön ennek a súlya, hogy ez mekkora probléma. Úgyhogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy lehet ezt úgy megmutatni, hogy úgy hívja fel olyan problémákra a figyelmet, hogy ezzel így azonosulni tudsz, tehát hogy ez neked is gond. Nagyon fontos szerepe van mindig az irodalomnak abban, hogy hangot adjon olyan történeteknek, amik nem kerülnek be a mainstreambe. Én amúgy is erős képiséggel írok, és ez a kettő együtt szerintem nagyon jól kiegészítette egymást. Én nagyon félek tőle, hogy nem működtem megfelelően együtt a fotóval. Mi nagyon szeretjük a szokatlan dolgokat, és a street photography az tipikusan egy olyan műfaj, ami a pillanatnak a varázsát tartalmazza. Megpróbálnak olyan véletlenszerűen megragadott pillanatokat rögzíteni, amelyek árulkodnak a kor hangulatáról, problémáiról, atmoszférájáról. Márpedig mi azzal tudunk dolgozni szerintem, amit az utcán látunk, vagy amivel is szembe találkozunk. Maximum egy ilyen szűrőt tudok így a szemem elé tenni, hogy most inkább mikre figyeljek. Szerintem egy pontig lehet ehhez igazodni, megkövetni, és aztán egy ponton túl meg a szöveg az megteremti a saját törvényszerűségeit és a saját lehetőségeit. A Mastercard, mint ilyen inkubátor, azt teremtette meg, hogy mindenki tök szabadon megcsinálhassa azt, amit erről a helyzetről gondol. Az, ahogy a város pörög, vagy ahogy a városban az élet pörög. Ezekben a képekben nem az egyes szereplők a fontosak, hanem az egyes szereplőknek a lehetséges történetei, és az, hogy ezek a lehetséges történetek, ezek soha nem egyfélék. Tehát egyikünkről sem szól, ez arról szól, hogy közösen kell újra gondoljuk azt, hogy mit csinálunk és hogyan. Én nagyon szeretem volna egy érvényes verset, tehát egy versként működő érvényes verset írni. Igenis, boom, így húzzon be, hogy ez van így 2020-ban. Megkaptuk a fotókat, elkezdtem az egyes szerzőkhöz megadni, hogy milyen képek illenek. És ez tényleg egy ilyen kulturális Tindernek tűnt. Nagyon dinamikus, meg kreatív folyamat volt, amit mindannyian élveztünk. Mostanában mindig hajnalba kerek a nap előtt. Hát amúgy ez tényleg nagy dolog, hogy a Mastercard megkeresett. Ugye el sem tudom hívni egy kicsit, de... És nagyon jó érzés végre egy csapatra büszke lenni, mert ugye a fotós az alapvetően egy magányos életforma. Így 2020-ban, meg szerintem az a baj egyébként is. Az az egész helyzet, ami kialakult, az mindenkit arra kényszerített, hogy kicsit így a megszokott pályán kívül menjen. Apró lépésenként, de elindult valami, és azok is gondolkodnak róla, akiknek addig az eszébe sem jutott. Hogyha lépésről lépésre haladva el lehet kezdeni ezt az átalakulást, akkor el kell kezdeni, mert nem nagyon van más lehetőségünk valójában. Hogyha nem vigyázunk, akkor minden összeomlik, és én amúgy is egy kicsit szerintem az átlagnál sötétebben látom a világot, és mert tényleg gyerekkorom óta a világ végére készülök, és ahhoz képest még tök jók vagyunk, és itt beszélgetünk most is, és novellákat írunk felkérésre. Iszonyatosan élveztük, hogy fontos dolgokról szólhatunk. Ez a lényege annak, amit csinálunk. Jövőre ki fogunk írni majd pályázatokat, aminek egyes egyedül az a célja, hogy a fiatal, adott esetben feltörekvő művészek nyugodtan alkothassanak. Megint csak ilyen borzasztó közhelyel én tényleg több lettem így ennek a végére. Tehát én konkrétan jobb ember vagyok most, mint amikor elkezdtük ezt a projektet.